Kedves Jenő, Szegedi Dezső vagyok, és szülinapid alkalmából sok boldogságot, egészséget szeretnék kívánni neked. Igaz, mi nem dolgoztunk együtt, de mégis meghatározó jelentőségű személy vagy voltál az életemben. A nevedet először édesapámtól hallottam, aki a 80-as évek végén, 90-es évek elején aktív tagja volt a Pralipe Országos Független Cigány Szervezetnek, és ő beszélt rólad rengeteget, a te munkásságodról. Legközelebb a neveddel akkor találkoztam, amikor a szakdolgozatodat került az én kezembe, és kezdtem olvasni, és kezdett egy sor dolog megvilágosodni előttem politikáról, társadalomról, a romák ügyével kapcsolatban. És gyakorlatilag ez volt az indító szikra, ez volt az egyik indító szikra abban, hogy én értelmiségi pályára léptem, és társadalomtudományjal kezdtem el foglalkozni. A következő találkozásunk az valamikor a 2000-es évek elején Balatonszemesen történt, akkor találkoztam veled először személyesen, és mondhatom, hogy katartikus élményben volt részem. Egy csomó dolgot másképp láttam, másképp gondoltam az utáni találkozó után. Úgyhogy maradandó élmény volt mindenféle szempontból a te gondolataidnak a megismerése, a te személyiségednek a megismerése. El sem hiszem, hogy 60 éves vagy, még egyszer szülinapod alkalmából sok szerencsét, boldogságot és egészséget kívánok neked.